Hello, hello, sziasztok, Démon vagyok, és itt vagyunk újra a Timberborn-nal, és hát folytatjuk tovább a tervünket, hiszen megnézünk egy-egy a hát nehézségen a két hódfajta között mennyivel másabb a kezdés, illetve a haladás. És nevezzük. Ajánlott. Hard. A vas. Szerintem a másikat angolul neveztük el, de... De mindegy. Na. Apró paus. Elveszünk 20 órára a munkaidőt. Egy szokásos kis kezdéssel el is indítjuk. Víztározó. És ide meg a mogyógyűjtő. Nagyon jó. Ide is fog kelleni a vágó. Így viszonylag gyorsan fogunk haladni a termeléssel. Egyelőre elindítjuk, meg is pörgetjük. Ugye az én elmiszerrel lesz utána a baj. Téses, hogy meg tudják-e azt úgy építeni. Emléletileg meg kell tudniuk, hát az előzővel is megépítettük. De. Ez így kép a mező lesz, de az szokásos és napraforgó. Nekem egy vízim már van, nagyon jó. Igen, és utána gőzerővel kell elhúznunk a gátat. Három, hat, nagyon jó.
Ugye a farmot is megépítik. Egy nap. És akkor még volt idejük elkezdeni ezt is. Nagyon jó. Ez most egy nagyon erős kezdésnek tűnik így elsőre. Másképp vannak itt a bokrok. Itt fog középen bejönni. Itt fog lejönni, tehát majd ide kell építeni. Rakjunk oda egy utat, hogy tudjuk. Hol lejövő oda jön, és akkor amellé lehet építeni. Majd ezt a deszkulárat. És a bélben ezt. Itt az első gátrészeti épület, sőt már a második is megvan. És azt felhúzták. Elég vajon? Legyen egy előjelány, vagy meglátjuk, hogy az a lényeg, hogy pótolják önmagukat. Három napunk van. Befejezni a gátat. Elméletileg meg lesz. Ez már kész is, így a következőt vagy teljesen be tudják fejezni, vagy nagyon jól fognak állni azzal is, és akkor a három nap végére valamelyiket, a kettőt egyszerre fogják befejezni. Csak két nap. Ezt be is fejezték. Kész jó állnak idővel. Messzire kell szaladniuk. Nem megvan. Nem lesz meg, de szinte egy egész napjuk lesz a következőre. Sőt, így meg lesz. Néztek az itatóban. Na,
most csak összepakolták, erre meg van egy egész napjuk. Sőt, kitoljuk a munkaidejüket. Mi biztosan megvagyunk. De már megvan. Itt egy autószív. Este előtt benne lesz a 15. Nem csak ezt az 5-öt kell belerakni. 4, 3, 2, 1, megvan, nagyon jó. Most így hirtelen visszavesszük a munkaidejüket 16 órára, hagyd pihenjenek. Úgyis szárazság jön. De építünk addig nekik utat. Olyával nem lesz probléma, nagyon jó. 5 nap szárazságot kaptunk így az első ciklusra. Szépen azt sem felépítik. Utána, ami fontos, az ez lesz. Úgyhogy ki tudjuk fejleszteni a utánpótlást. És akkor majd szépen meglátjuk, hogy mi is hogy lesz még. Ugye most ennek a építkezésének a befejezésére várunk. Lassan meg is lesz, holnapi napon elkészül. El is készült. Igazából holt hiányban vagyunk. Ja nem, nem holt hiányban vagyunk, nem vezet oda út. Nagyon jó, még egy darab hódunk van.
pont be fog tudni ülni ide. Igazából inkább ezzel kellett volna kezdeni, de ez nem akkora hiba. A mai napon ezzel a mai napon meg is leszünk. Hiszen nélküle sok mindent tudunk építeni. Csináld magad hold program is elindult. Ugye most 70 darab pontért pontra kell várnunk, hogy a fát útolni tudjunk a Fortress-szel. Mit, csak 60 darab? Ah. Fölmegyünk a 18 órás munkarendre. Igen. Őt egyelőre beszüntetjük. Megmarad-e egyelőre tartalékosnak? Építünk addig egy raktárat. Hogy tudják hova pakolni majd az élelmiszert. Esetleg túltermelnék. Illetve ezt kiadjuk. Hogy ezt szedjék le. Amíg jön a víz, mert addig legalább feltölti, és így egy pár darab ideig, szóval egy kis ideig több vizet tudunk nyerni. Nagyon jó, a deszkek elképesztő ütembe készülnek. Ami jó, mert szükségünk lesz rá. Negyvenkét pontnál járunk. Ezt elkezdhetik szerintem megépíteni. Holnap végére már elméletileg fogják tudni csinálni a Fortress-t. 3 óra alatt csinál 3 pontot. 9 óra alatt meg kell, hogy legyen. 18 órát dolgoznak, tehát dupla annyit tud termelni.
Meg is van. Ő prioritást élvez, őt csináljátok inkább. Egy húdunk elhalálozott. Öregségben ráadásul. De csinálunk egy ideiglenes erdőt. Annyira ideiglenest. Ide majd ez jön. Becsót húzhatunk. Ide föl kéne szabadítanunk egy hódot. Ezzel is induljon. Nagyon jó. Sajnos csak így tudtunk egyelőre. Megszületett az első hódunk, kis hódunk. És szerintem kell a kettő. Itt ugye meg az első elektromos áram forrásunk is elkészült. Aj. Nagyon örülök, hogy azzal kezdted, csak nem azzal kellett volna. És jelöljük megható területnek. Minden igazából visszavonjuk. Készült a 42 pont. És hát, hogyha gátat akarunk építeni, ez 120 pont. Azt kezdjük el várni, és ezt fogjuk elkezdeni pakolni. Kell nekünk addig valami működéshez, ami majd elviheti. Ugye a lépcsőre lesz majd még szükségünk, és erre összesen 170 pont, meg még 120. Az ugye itt lenne 190, 290 pontra lenne szükségünk, így az elsőben, majd ugye később. Igen, a nagyobb víztározó szokott még célkitűzés lenni. Igen, lehet, hogy érdemesebb előbb a nagyobb víztározót, ami az meg ugye kell. Ez az apróság. Száz pont, ami nem sokára eljön. Vagy 80 pontba fog kerülni. Szóval ezt így bevezetjük egyelőre. Ezt majd elbontjuk, de mivel rönkből készül, így ez nem veszteség.
Jums szépen befejeződött itt a fa telepítés. Ezért 100 pont. Holnap elkezdhetjük megépíteni. Lesz hozzá minden bőséggel, nagyon jó. It's a boy. Cseles, cseles a játék. Egy szomjon is halt. Azt hittük már minden rendben, de nem. Meghalt öregségben az, aki a vizet szivattyúzta. Mindegy, végül is nem számít. A kitermelésünk is elég durván megcsappant. Ó, meg is van a 100 pont. Ezt akkor elkezdjük megépíteni. Ugye a következő a 120 pontos vizé, nagyobb vízszivar, nagyobb víztároló. Nagyon jó, egy valaki felnőtt, viszont lett kapásból munkahelye. Ez hogy történhetett? Nem volt gateringesünk? Igen, mert hogy ő meghalt. Víz is megérkezett közben.
Éppen megváltja. Ha ez befejeződik, de lehet ne dolgozni. Ó, valaki megint meghalt. Szele. Ő volt a veterin. Nem. Ő volt a farmer. Ezt nem túl biztató, hogy pont ő halt meg. Ilyen pillanatban szépen tartjuk magunkat. Álljuk a pontokat, hogy nyűjjenek. Be tudjuk rakni a nagyobb víztározót. Nem kell már sok. 50 pont kell már csak. Nem hiszem, hogy az a 3 nap végére meg lesz, de akár még meg is lehet. És utána várni fogunk egy 120 pontot a falra. Ilyen minden indokolatlan sok pontba kerül. Viszont fánk az már nincs sok. Sőt, kimondottam, kevés. Lassan ezek meg kinőnek, 12 nap, 80%. 6 az 50. Ó, 25-3. Több mint a 75%-án túl vagyunk, tehát olyan 1-2 napon belül azért felnőnek ezek a fák. És akkor lesz mit vágni. Addig talán kibírja a készletünk. Három fiatal korú út tartózkodott már a birtokunkban. Az a kérdés, hogy elbírunk-e 3 keltetőt. Nézzük meg, szerintem max le állítjuk, hogyha nem. Ugyan jó, ez szerintem a holnapi nap végére ezek a fák kinőnek.
akit felnőtt is elfoglalt valami helyet. Jó, a víz kiszáradt. Ezt még be tudod ültetni. Az egy fa. Volt, ott van egy harmadik is. Nagyon jó, közben kinőttek itt a fák. Újra lesz erőforrásunk. Nem találom már a szavakat, ne haragudjatok! Nagyon jó. Meg lett a kellő mennyiségű pont, hogy ezt letegyük. És akkor ide egy kis teret alkotunk. Ebbe a deszkákat most szépen be tudják hordani. Amikor ne adj Isten, lesz elég módunk ahhoz, hogy mindent üzemeltetni tudjunk. Valaki megint meghalt. Aha, ő volt, Kateringes helyére jött be. És akkor újra várunk 120 pontig, elkezdjük megépíteni a falat. Ebbe kéne majd még embert találni. Addig, amíg várunk, megnézem, hogy tegnapi videóban mi idő. Nem, mégsem. Még se alatt, itt nem érted, ha jön. Csak az intervallumot nem jelje ki. Olyan 1 óra 10 percet játszottunk az előbb, körülbelül az kell akkor most is. 1 óra 15 perc pontosan.
Nagyon jó, az alapvető életszínvonal lassan visszaáll. Örömteli. Ezben születnek a kis porondjok is. Még nagyon fiatalok ahhoz, hogy felnőjenek. Két pontnál járunk, azt jelenti, hogy erre el kell jönnünk, és itt elkezdjük a munkálatokat, hiszen pontosan így. Populációval szerintem jobban álltunk ilyenkor. Van ugyan fél óránk, de... Viszont sokkal stabilabb a vasúttal a teljesítményünk. Ugye egy raktárral többünk van itt. Nem hullott össze. Egyik ciklus alatt sem. A terep még mindig stabilan tartja magát. A kitermelés megy. Megpróbálunk oda. Teljesedni. Most elkezd majd építkezni vadul. Se baj. Következő, amit kirakunk, az, vagy kifejlesztünk, az majd egy 100 pontos platform. Ahogy itt át kell írnunk, hogy itt is ne tudjuk zárni, meg egyelőre majd itt. Jó, hát ő ott elpakolgat. Nagyon jó, már négy újszülöttünk van. Olyan 20 főig fogjuk szerintem tartani ezt az állapotot. Meg vagyunk, ott ugye le van zárva egy slot, mi lenne? Most úgy abba hagynád, amit csinálsz, és inkább termelnél nekünk és fogaskereket. Értem, akkor ezt rakja, nem értem, de mindegy. Ő tudja, mit akar. Hopp, van egy szabad hódom. Berakjuk ide, hogy gyorsabban haladjunk.
Az a helyzet, hogy szerintem komolyabb szárazság jön. Nem ártana felkészülni még egy itatóval. Ja, 6-7 napos lehet, és félek, hogy nem lesz elég. Jó, az itató elkészült, majd tudják tovább építeni a falat. 50 pontnál járunk, nagyon jó. Három nap múlva kezdődik is. Egy szabad kódom, te jöhetsz ide áramot fejleszteni. Többiek meg automatikusan lépjenek be a városházára. Nagyon jó, most már hárman dolgoznak a városházán. Ezért a sebességet növelni fogja. Na, 16 hódom van. Már elég sok. Ha elérjük a 20-at, egy ilyen hódkeresztőt leállítunk. Igen, közben az első nagyfák is elkészültek. Gond nélkül halad az építkezés. Valósan eljön 100. Ugye itt van még egy szabad hely, majd a következő, aki felnél, betölti. Jaj, nem lennémelni akarok. Ő körülbelül 2 napra van rá, az összes többi meg gondolom sokkal lejjebb, igen. Születni lassan fog egy. Nagyon jó. Ez van a 100 pont. Ezt majd ide meg lehet építeni. Ez így majd egy út. Ha megépül, akkor látjuk, hogy meddig jutunk el. Egy 8 napos szárazságot kaptunk. A mélyre azért jó, hogy rákészültünk egy kicsit. Még ezt is túléljük úgy, hogy nem fogy el a víz, akkor nagyon jók vagyunk.
Nagyon jó. Még egy hót felnőtt. Azt jelenti, hogyha lesz legközelebb szabad hódunk. Először szerintem most építünk egy fatárolót. Nincs, körbeépítettük. Nagyon jó, és akkor lehet tovább folytatni tevékenységet. Egyelőre ide. Nem, haladjunk tovább, aztán majd, ha végeztünk, akkor... Hopp. Nagyon jó. Ugye platformunk van, falunk van. Amire szükségünk lesz még erre, illetve kettes gátra. Lehet, hogy rámegyünk most a kettes gátra. Aztán meglátjuk. Illetve, ami fontos lenne, még egy ilyen, úgyhogy ő most kap egy pirónitit. Úgyis olyan, hogy csak az egyik odaszalag azt megépíti, a többi addig fog dolgozni. Nagyon jó, ebből is szépen töltögetik a gírt. És szépen lassan felépül. Most, hogy újra tudunk gírt jártani. Illetve hát tudtunk egy darabig gírt átadni, illetve hát gyártunk is, mert hogy ő azért termel bele államot, nem a legnagyobb hatékonysággal, de legalább haladunk valamennyire. Itt megnöveltük a fakitermelést, azzal is gyorsítjuk az építkezést. Haladnak is vele. De akkor így látszik a teljes falu, és akkor lehet látni, hogy épülnek a dolgok. Pontnál járunk, ami nagyon jó. Akkor jó, az egy kicsit lecsappant. Illetve szerintem eljutottunk odáig, hogy egyszerűen túlnépesedtük.
a terhelésünket. Ezért egy kicsit megerősítjük az élelmiszert. Ide ültetünk komplét. Illetve ide építünk egy grillt. Most kap majd a grill egy pirulitit. Miért mullázódott le a vízünk? Na fogadjunk, hogy nem most halt meg. Nem, 12. napon halt meg, tehát két napig voltunk víz nélkül, tehát két napot egyébként kihúznak a húgyaink. Jelen pillanatban 18 darab húdunk van. Mit a tétot fogsz majd csinálni? A 14. nap se volt túl szerencsés, mert megint meghalt egy húdunk. Úgyhogy amíg ők ketten üzemelnek, engem annyira az nem zavar, hogy habágó húdunk is lett újra, vagy deszkatermelő húdunk. Ide még nincs húdunk, de hát az annyira nem is baj. Ők építik a falat. Ez 30 pontunk van. 17 percünk van még. Újabb kód született. Ugye, ami nem rossz, de nekünk elsősorban az kéne, hogy nőjenek. Valaki megint meghalt. Ez szerint, hogy megint munkaerő hiány lesz. Lencsétlen vízpumpás alig győzi. Most már nem akarok lerakni még egyet. Egész gyors a fa kitermelésünk, azt kell, hogy mondjam. Amint felnőtt egy hódunk, meg egy halt egy másik.
Hát így nem kell félnünk, hogy egy hamar leréljük. Vízpumpásunk ügyesen dolgozik. Emiszer viszont fogy. Hoppá, forduló ponthoz értünk populációval. Ugyanis elértük a 19-et. Még mindig nem jelent semmit, mert még mindig áll egy munkaterületünk üresen. Nagyon jó, a sütő is beindult, tehát a grillezőnk működésbe lépett. Megéhezett. Elértük a 20 hódot. Várunk még egy picit, még mielőtt leállítom valamelyik keltetőt, hogy túlélje ezt a 20-at. Lett egy szabad emberem. Amit valahova kéne rakni, csak nem tudom, hogy hova. Egyelőre itt megtartjuk. Lassan szerintem úgy is valaki megint meg fog halni öregségben. Már úgy sem maradt sok idő, hogy építsék csak a falat.
Úgy látom, hogy elkezdtek gyorsabban építeni. Hát igen, közelebb értek. Úgy látom, hogy ez se fog elkészülni. Csak két fogaskerék, de akkor az el fog készülni. De ilyen csak épp hogy. Megvan a 21. Ezt az keltetőt leállítjuk, hogy ne legyen túl népesedés. Sort pumpit már sikerült beművelni? Na, ebbe az utolsó gír. Én nem készül el. És elkészült. Már fut is vele a lelkes hold, és megépült. Ezt egyelőre üresre rakjuk. Mert hogy igazából csak elkezdenénk feltölteni. És nem plusz vizet tartanánk, hanem kiszednénk azt, amink van. Nagyon jó, megvan a gát. És várunk 80 pontot, illetve hát ez lenne a következő lépés, hogy várnánk 80 pontot. De hogy az úgy se lesz meg, ez ugye így folytatódna. Ez lenne a következő lépés. Még egy ilyen. Próbáljunk akadémiát. Létrehoznánk. Körülbelül 3 percig van még a hódjainknak, azt szerintem körülbelül egy nap, és az lesz a végső állapota, ameddig eljutottak. Sőt, nem is. Szerintem ennyi, ez az 1 óra 10 perc, most itt mentünk. Vas. És hát eddig lehet eljutni a vashúgdókkal hard módban. Remélem tetszett, ha igen, akkor kövessetek be, és gyertek vissza máskor is, és remélem, hogy minden hamarabb
videót tudok nektek ebből csinálni. Legyen további szép estétek, sziasztok!